A digitális világ érdekes. Postmodem korhatáros el a közösségi média? Floridában törvényjavaslat szól erről. Mit köszönhetünk a suli számítógépeknek? Új kiállítás. Beszélünk Elon Musk esetéről a Windows-zal, a gyors meggazdagodás receptjéről, a videógenerálási emmi verseny fejleményeiről és arról, hogy a hadsereg mire használhatja az emmit. Végül egy tényleg gyors meggazdagodás, 8 órányi munkával. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Kovács Tücsi Mihály nevében. A mikrofonnál Szilágy Járpád. Ma az asztaltársaságban dr. Bódi Zoltán, netnyelvész, a Magyar Kutató Intézet főmunkatársa. Szia Zoli! tisztelettel köszöntök mindenkit. Keleti Artúr kiberbiztonsági szakember, az Informatikai Biztonság alapítója. Élőben üdvözlök mindenkit. Kovács Tücsi Mihály Szifíró, a Galaktika Magazin tudományos szerkesztője. Kellemes egy órát mindenkinek. És telefonon itt van velünk képes Gábor, digitális múzeológus, a Naiman Társaság új ügyvezetője. Szia Leo! Hello! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Egyúttal most itt a műsor elején ajánlom a műsorunk internetes felületeit. Csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebookon, Mindegyik csak egyetlen egy kattintásnyi távolságra van, hogyha eljönnek önök a hallgatók a postmodern.hu oldalra. Hogyha tetszik a műsorunk, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. A feliratkozás leírása is megtalálható a postmodern.hu oldalon. Kerekasztal beszélgetés arról, hogy csak 16 éven felülieknek ajánlják... Florida államban a közösségi médiát. Megkapta Ron de floridai kormányzó ezt a törvényjavaslatot, ami erről szól, hogy az egyik legszigorúbb a kiskorúak, pontosabban a 16 éven aluliak számára média használatra vonatkozó szabályozást vezetnek be. A jogszabály minden 16 év alatt itt eltiltana a közösségi média használatától, tehát Florida államban, méghozzá a szülői engedélytől és a beleegyezéstől függetlenül. Tehát mindenkit kitiltanak a közösségi médiából, aki 16 évnél fiatalabb. De miért? Miért kell őket kitiltani a közösségi médiából? Ne használják össze-vissza a közösségi médiát, hát összerondítják. Éretlen úgy, kis, kis, gyerekek? Persze, hát nézzük meg, hát itt a felnőttek, ők rendesen tudják használni a közösségi médiát, nem? Tehát nincsenek trollok, nem kommentelnek ezren hülyeségeket egy-egy Mindig ilyen, megfontoltan, hát, üzennek. megfontoltan üzennek. Tehát a felnőttek tudják használni. Tisztelik egymást. Tisztelik egymást, a gyerekek pedig össze-vissza kattingatnak, és nem is Kreatívak, meg ilyesmit, tehát mi használják, ne használják. Szerintem, hogyha nem lesznek ott a, a, a 16 év alattiak a közösségben, akkor végre rend lesz. Ugye, hogy végem? Zoli volt. véd meg, véd meg a szabályozást. Mondjuk ezt mi felnőttek. <laughs> Ugye, tehát a, a, a 16 évnél fiatalabbak, 10 év körüliek nem biztos, hogy ilyen ö, érett és ö, stílusos módon tudnák helyén kezelni azokat a jelenségeket, amelyekkel találkoznak a közösségi médián. Most te is viccelsz, mint én. én. most komolyan beszélek. Tehát, hogy, hogy, a lényeg, hogy helyén tudják kezelni. Belenőtt egy, ugye megjelent egy olyan generáció, amelyiknek az életében teljesen természetes dolog, hogy eleve adott a közösségi média felület. És az a meghatározó információforrás az ő számokra. Nincsen viszonyítási pontjuk, nem úgy szocializálódtak, hogy, hogy megtanulták, meg, 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 elsajátították azt, hogy van a média, az kételkedések kezeljük általában, de azért az érdekes lehet, meg egyébként itt olvasunk, ott olvasunk, kritikával illetjük az információforrásokat. Nem, ez az élet. Ez a viszonyítási pont, ez a norma, amit ott találnak. És egyébként még mindig nem lenne ezzel gond, ha ugye nem úgy működne a közösségi hálózati rendszer vagy közösségi média, ahogy működik, hogy tulajdonképpen bárki, bármikor, bármit, bárhogyan közzételt. Jót, rosszat, manipulatívat ellenőrizetlen, vagy éppen ellenőrzöttet, logikusan érvelőt, vagy szándékosan dezinformáló. Vagy hát, tehát sok minden van, és ez alapvetően nagyon jó, tehát ennek lehet örülni egy felnőtt érett feje, hogyha ezt tudjuk kezelni. Szerintem a jogalkotás mögött ez a szándék lehet. Ugyanakkor meg... Jó, szerintem a Artur közbevetése jogos volt, hogy persze. E, 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 ezt, ezt, ezt a felnőttök között is sok gyerek van. Tehát, hát persze. Pontosan így szeretném folytatni, hogy, hogy, hogy ez... Mint a fürdővízzel együtt a gyereket is kiönteni. Talán, szóval ez, szerint kicsit túlzásnak tűnik, hogy akkor most tiltsuk Hogy fogják ezt ellenőrizni? Tehát Na ez az. Minden jogszabálynak, ne felejtsük, ez nem jogszabály, ez még csak egy tervezet a hír szerint. Így van, így van. Hát, hivatalosan Tücsi, a kép, van? képviselő azt csütörtökön elfogadta már, és a szenátot is jóvá hagyta, uh -huh. most már csak az kell. Csak az aláírás szükséges. Tehát... Igen, Aha. igen. Aha. Tücsi, te örülsz ennek a javaslatnak? Ó, ez valószínűleg olyan praktikus és jó működő szabály lesz, mint az, hogy 21 éves korig nem lehet alkoholt fogyasztani és remekül sikerült az elmúlt 80 évben betartani Amerikában. Egyébként volt nekem egy bölcs nagyapám, aki annak idején azt mondta, hogy jó lenne, hogyha nem 70 fölötti, már nemzésképtelen férfiak döntenének a fiatalok ö, szexuális életéről, sokkal hatékonyabb törvényeket lehetne hozni. Na el, itt azért közösségi médiáról van szó, még nem igen, más. Igen, de ez a klasszikus, és ők nem használják, ezért mi szab, akkor szabályozzuk. Uh -huh. De te Annyi? apa is vagy egyébként, Tücsi, tehát te igen, a igen, fiadra és gondolsz, ráadásul, akkor pont, pont, gondolok, van. És nekem is megvannak azok a problémáim, én is megpróbálok a gyerek fejével beszélni, ami természetesen nem működik, mert kamasz volt, meg Késő, késői kamasz, de az van, hogy megpróbálom, elmondom neki, hogy mi a probléma, és bízom a józan eszében, az intelligenciájában, hogy ezt tudja kezelni. Hogy mint ahogy kamaszként befolyásolják a hormonjai, és hogy ez mennyire fog működni, az más kérdés, de hogy ennyire államilag szigorúan szabályozni, nem tudom. Erre körülbelül az a helyzet, hogy ö, föl lehet lépni egyesek ellen azért, hogyha valami történik. Tehát, és mint olyan, hogy azért kell meghozni a szabályt, hogy hétvégén tilos a fűnyírás, hogy az emberek 90%-a nem nyír hétvégén füvet, de hogyha van a. Öreg szomszéd, aki úgy dönt, hogy vasárnap reggel 6-kor kapcsolja be a bezimotoros fűnyíróját, az ellen föl lehessen lépni. Hogy mennyire hatékony, is, hát ez már más kérdés. Hát, hát emlékeztek, hogy beszéltünk pont a kínai játéktörvényről, hogy ott hogyan próbálták szabályozni azt, hogy a gyerekek meddig játszhatnak. És akkor volt ilyen ötlet, hogy akkor három órát lehet... Igen, igen, igen. Aztán már csak egy órát lehet. Különben szüleidnek aztán... jönnek a pontok. Aztán... Aki, igen kapják, vagy te esetleg, tehát a később kapod a <laughs> pontot, hogy előre gyűjtötess. Előre meggyűjti magának. Előre a pontok. negatív pontokat, és hát nem nagyon jutottak vele semmire. És akkor egy pár évig nem volt semmi, aztán a kormány azt mondta, hogy, vagy a párt mondjuk így, hogy hogy akkor most ők megoldották ezt a problémát, majd egy évvel később elkezdtek bevezetni ennél sokkal finomabb dolgokat, például, mert finomabban szabályozott dolgokat, hogy a játékokon belül mit ne lehessen csinálni. És szerintem itt lenne a Szerintem ez nem egy korfüggő dolog. Szerintem ez platformfüggő, érettségfüggő, tartalomfüggő, egy van. csomó egyéb dologtól függ ez az egész. És szerintem itt azért e e értek veletek egyet, mert, mert itt, itt szerintem a szabályzás, most itt ilyen baltával bementünk a vizébe origamizni, és akkor megpróbál, megpróbálunk valahogy, valahogy szabályozgatni dolgokat, de valójában ennél mélyebbre kéne menni, csak a mélyebbre menéssel az a probléma, hogy a az államnak tulajdonképpen nem sok keresnivalója van, szerintem olyan mélységben, szabályzásban, az ilyen, ilyen rendszerekben, hogy mint Kínánál, Kínában, hogy a játékokban ne lehessen olyan kardokat összegyűjteni, aminek az összértéke három és fél kreditnél több, mert akkor már baj lesz. Tehát, hogy ez meg már túl mély. Tehát most nem tudom a megoldást megmondani, csak azt látom, hogy ez most a felszínt karcolgatja, az, hogyha mindent leszabályzunk, az meg olyan mély, hogy az meg szerintem semmi köze nincs az állam. Van egy kedvenc hasonlatom erre, hogy verébre nem lövünk ágyúval mert uh -huh. az ágyú óriási erejű, de a veréb az elrepül, és uh, nem fogunk vele de semmit sem fog szólni. De látványos nagyon De nagyot hogy... fog szólni, nagyon látványos lesz a dolog. Nagyon összetett probléma. A jogalkotónak szerintem a, a jó szándékához nem fér kétség az én olvasatomban, uh -huh. viszont a szabályozásnak a durvasága már már nem fizikai értelme, hanem hanem hogy ez egy ágyú, ez valóban nem jó, szofisztikáltabban kellene hozzáállni a de én azért úgy gondolom, hogy valóban veszélyeztetett ez a korosztály. Kérdezzük már meg még képes Gábort is, aki itt van velünk a vonalban, hogy mit gondol mindenről, a szándékról, meg egyáltalán arról, hogy van-e szükség hát... ilyen szabályozásra. Nézd, nekem az jutott eszembe, hogy igen sok időt töltök mostanában ilyen Reels videók megtekintésével, amit kimondottan kamaszok gyártanak, és elképesztően kreatívak és szellemesek szerintem a jövő humoristái. Mondjuk lehet, hogy ők már 16 fölött vannak, ilyen 17-18 évesek, de, de úgy nem látom, mindegy. hogy a kamaszok nagyon nem mindegy, persze ez kétségtelen, de azért úgy látom, hogy a kamaszok valami ilyesmikre kezdik el a, a közösségi médiát használni. Tehát én is azzal értek egyet, hogy, hogy egy picit rendszerezni kellene. Nagyon nagy fogalom ma már az, hogy közösségi média. Igen. És elképzelhető, hogy van olyan típusú, ilyen kis videókat megosztó közösségi média, ami nem annyira káros rájuk, van, ami károsabb. Egész nap a, a, a közösségi médiát figyelni az biztos, hogy toxikus dolog, és minél többet oszt meg az ember, annál magányosabbá válik. Én néha ezt figyelem meg, de ez nem csak a kamaszoknak a keresztje. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Menjünk most egy kicsit vissza az időben Képes Gáborral, jó? Kérdezem Bódogal. ezt akkor tőled is. Te vagy a digitális múzeológus itt a társágunkban, de mielőtt visszalépünk az időben, a jelent hademlítsem, hadd említsem, mert egy, egyfajta személyzeti hírként jelentem be itt a hallgatóinknak, hogy Képes Gábor a Naiman ügyvezető igazgatója lett Gratulálunk, kedves Leo! Gratulálunk, Leo! Nagyon Gratulálunk. szépen köszönöm. Hát azt gondolom, hogy egy szívügyemet képviselhetem a továbbiakban, mert ez egy 56 éve alapított egyesület, és ebben a székben olyanok ültek korábban, mint például az Alföldi István, vagy például főtitkárként a Kovács győző. Mindketten Úgy, voltak a műsorunkban. Azért említem őket, így van, és igyekszem hozzájuk méltóan helytállni. Gratulálunk, és sok sikert hozzá! De akkor lépünk is tovább itt a személyzeti hírből, ugye azért maradsz itt az asztaltársági tagunk. Hát, hogyha nem utáltok ki, akkor boldogan maradok, viccelek, persze, hogy maradok. Az egyfőreső az egyfőr eső igazgatók számát az külön számon tartjuk, úgyhogy nagyon fontos, hogy maradja a csapat Na figyelj, Leo. Azért továbbra is félvezetőnek vallom van egy, van egy munkáltatóm, a dr. Beck György, a Najman Társaság elnöke, úgyhogy to tekintsetek továbbra is félvezetőnek és félvevezetőnek. Mesélj nekem arról, hogy amikor te iskolás voltál, Leo, akkor hogy milyen volt az első találkozásod az iskola Hát előbb volt otthoni számítógépünk, mint iskola számítógépünk, ugye Sinclair ZX Spectrum számítógépet hozott haza édesapám Bécsből, de az általános iskolában is sokféle számítógéppel találkoztam, ez már a 80-as, 90-es évek fordulója, tehát picit a hőskoron már túl vagyunk, de azért ott voltak még a tanteremben a Commodore 116-os és egyéb ehhez hasonló mikroszámítógépek, de amikor én kiskamasz voltam, akkor már egy-két IBM XT is ott trónolt a, a, tanteremben, és azokat ilyen szent gépekként őrizték az informatika tanárok, és, és, hát arra nagyon kellett figyelni, hogy kiülhet eléjük. Tehát igazából én, én, már ehhez a generációhoz tartoztam. Van egyébként viszont... itt az asztaltárságban olyan, akinek az iskolás korában nem volt még számítógép az iskolában? Hogyne hát, lenne. Itt te? Itt ül? igen, persze. Gimnáziumban, 82 és 86 között jártam gimnáziumba, és valamikor, hogyha középtájon jelent meg második, és a harmadikos lehettem, akkor jelent meg az iskola számítógép, igen. a HT. Na ez a hőskor, és erről szól a kiállításunk. Szuper, ki, ott a, a helyem. Így van, így Már van. Már kiállítási van. darabként. Igen, igen, a... erre gondoltam, pontosan, igen. Oda ülök mellé, föl se fog tűnni senkinek, hogy nem vagyok hát, a kiállítás hogy része. útör, a kedőbe, és ott, 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 ott a gép előtt. Na, én egyébként fölkészültem ebből a kiállításból, ami túrkevén lesz egyébként, március 8-án nyílik, ha jól tudom, tehát pont egy hét múlva. Igen, és... egyébként és... kulisszatitok ma érkezett meg a teherautó, Szegedről hozta el a műtárgyakat, úgyhogy 25 darab régi számítógép, hát rengetek Szóval azt olvastam, hogy három fő márka található, lehet, hogy ennél sokkal több, de ezt emeltétek ki, Leo. Az egyik a TV kompjúter, amit a videóton gyártott annak idején, aztán a HT1080Z, amit a híradás technika szövetkezett, és mi a harmadik? A BRG-nek a számítógép. A BRG-nek az ABC80, de a sorrend az fordított, mert az ABC80 az egy svéd-magyar számítógép, az volt a legkorábbi fecske, az, az, egy egész különleges dolog volt, hogy a svéd Luxor együttműködve azt be tudták hozni az országba, és a HT volt az a számítógép, ami először ezre és nagyságrendben megjelent az iskolákban, és meg kell mondjam, nem csak amiatt érdekes, amit mindig elszoktunk mondani, hogy szakköröket szerveztek, és elkezdték a basic nyelvet tanítani rajta. Szerintem sokkal érdekesebb az, hogy egyéb ő, tantárgyakban is megpróbálták használni. Tehát amit mostanában kezdünk mondani, hogy nem is informatika van, hanem digitális kultúra, uh -huh. és az különböző tantárgyaknak a, az összessége tulajdonképpen, ez a gondolat csírájában már 1983-84-ben megjelent, és egy nevet hadd említsek a sajnos idén elhunyt Rényi Gábort, a novotrade az alapján mert ő élen járt oktató programok kiadásában is, és tényleg a fizikától a történelemig, meg a földrajzig jelentek meg nagyon érdekes programok erre. A távol keleti származású, mert licencben gyártott, de azért mégiscsak magyar számítógépre. Egyébként azt amit hogy ebben a műsorban már meséltem, de a jelen hallgatóinak hadd mondjam el, hogy én magam is általános iskolás koromban találkozhattam az iskolában először a számítógéppel, és pont egy tévékompjúterrel, az iskola könyvtárában, képzeljétek el, írtam basic nyelvű programot, amivel orosz nyelvórákra lehetett ilyen tesztet végezni. Oroszul először meg kellett csinálnom a civil fontokat, tv milliméterpapírral milliméter papírra Képesztő. megcsináltam, milliméter papír, milliméter papír. megcsináltam a fontokat, a cirill és, és, szépen utána... basicben beprogramoztam. És basicben beprogramoztam, igen, mert Zeniális. lehetőség volt rá, és utána elkészült a tesztelő program, oroszul kérdezett és válaszolni lehetett. Nem nagy zúja, Akkor... azért te is úgy kezdted, hogy tíz print, hello, úgy, úgy, pontosan. Árpid, de akkor, akkor megkérlek, hogy majd erről szolgáltass nekünk adatokat, mert ez a kiállítás, ez olyan lesz, olyan értelemben is interaktív lesz, nem csak replikák, meg kipróbálható számítógépek miatt, hanem indítunk hozzá egy online felületet, amin van egy 3D galéria számítógépekről, műtárgyleírások, tanár példaképek, konferencia előadások, de ha beküldöd a saját sztoridat, akkor, akkor az is be fog kerülni, és ha még egy gondolatot megengedsz, azok után, hogy Túrkevén bemutatjuk ezt az iskola számítógép kiállítást, veletek is jártam Túrkevén, Bizony. egy Dragon Gyuri barátunk is élt Bizony. akkor, nekem egy szívügyem ez az Alföldi kisváros, és a legtöbb kiállításomat elviszem oda, de május közepétől Budapesten a Najman Társaság Bátori utcai irodáján is ki lesz ez a kiállítás állítva, a Batyányi örökmécses mellett, tehát Budapest belvárosában, úgyhogy nagyon remélem, hogy ott is sokan meg fogják tekinteni. A kérdésedre visszatérve én örömmel beküldöm a saját sztorimat, de ez érvényes a hallgatóinkra is? Tehát a mikorosztályunk küldhet ilyen történeteket az iskola számítógépekről? Ez érvényes természetesen a hallgatókra is. Egy kicsit kacifántos lesz a kiállítás aloldalának a címe, schoolcomputer.ajövőmúltja.hu, mert az ajövő múltja az az állandó kiállításunknak a honlapja, és annak lesz ez egy aloldala, de ez csak március 8-án lesz éles, tehát a megnyitó napján lesz elérhető ez az aloldal és hogy ez a műsor se teljen el rossz szóvic nélkül, Petőfi stílusában, mezőturhul kis képes Gábor siet beléje. <gül> <gül> Köszönjük szépen képes Gábort, a Nagymantárság ügyvezetőigazgatóját, igazgatóját, a mi digitális múzeológusokat hallottunk, és akkor mindenki figyelje március 8-án túrkevére a vadászpál teremre, mert akkor kezdődik az iskola számítógépek történetéről szóló kiállítás. Köszi Leo, szia! Én köszönöm, szervusztok! A digitális világ érdekes. Postmodem! Folytassuk akkor egy olyan történettel, ami bejárta az egész médiát, nem csak itt a mi műsorunkban volt érdekes. Máshol is hallottam, hát nyilván mást jelent egy közélettel foglalkozó műsornak, vagy, 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 mondjuk a komolyabb médiának, de mégis egy vidám hír volt, hogy Elon Musk hangosan méltatlankodott azzal kapcsolatban, hogy vett egy új számítógépet, amin Windows 11-et telepítettek, vagy ő szerette volna telepíteni? Ö, igen, ő, ő, akarta telepíteni, és ezen kicsit összeakadtak az újai. Ami Pedig mondjuk, informatikus, ugye? Hát végül is, hát van egy kis informatikai múltja, lerakott némi itt ezen a területen, az asztalra, a pépátok, ezen mindent. Meg, meg gyerekkorában játékprogramokat készített, ha jól Igen, azt hiszem az volt, egy kicsit változott egy telepítés, amióta elkezdett basicben játékokat programozni a 80-as évek elején de kiakadt azon, hogy milyen problémás egy Windows 11-nek a telepítése, ami valahol érthető, mert valószínűleg, mint milliárdos, általában szólni szokott a titkárának, hogy á, öreg már a gépen, vegyél egy újat, és rakj rá mindent, és aztán holnap reggelre legyen. Igen, ügy, meg is tényleg, hogy hát, ő csinálta. Ebben egyébként nem lennék biztos, mert hogy Elon Musk az nagyon szereti ilyen hands dolgokkal, amit hogy közvetlenül megfogható dolgokkal foglalkozni a számítástechnikában, például nagy játékos, tehát az Elden Ring nevű játék őket is végigjátszotta, majd talán egyik műsorban fogok róla beszélni, mert nagyon érdekes dolgokat csinált benne. És nemrég az egyik ilyen komolyabb filozófiai beszélgetés közben is egyszer csak el pöttyentett egy olyat, hogy a nem tudom melyik boss fight, ugye, ami a, 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 ellenség, a legnagyobb ellenség, akit le kell győzni a játékban, azt ő hogy nyerte meg? Tehát ő szerintem egy aktív, aktív részben játékos, részben pedig számítógép kezelő ember, és, de, és én nem hiszem, hogy meg rászorulna, de azért annyiban megvédeném, hogy nem tudom, hogy hány milliárdos csinál ilyeneket a világon ma, hogy leül és elkezd játszani a számítógépével, és végigvisz nagyon nehéz játékokat, vagy éppen próbál Windows-t installálni. Jó, de az, hogy bele, buk, bele a Problémába, hogy úgy tud belépni a Windows 11-be, hogy létre kell hoznia egy Windows fiókot, vagy Microsoft fiókot, ingen, ingen. azért az azt mutatja, hogy kicsit elszakadt egy ideje a közvetlenül a számítógépeknek a használatától, mert hát ez, ez nem annyira nem annyira meglepő dolog. Ja, hát ebben lehet, hogy igazad van, de nem, én nem olvastam ezt a hírt, viszont lehet, hogy ez egy kicsit ilyen álmeglepődés volt a, a, részéről, mert bárhova regisztrál, ott, ott valamit meg kell adni, nem? Tehát, hogy ezért ez egy, ez egy hát, ismert dolog. Jelesül, a jelesül, mert hogy az X-en, vagyis egykori nevén a Twitteren Segítségére jöttek a Aha. rajongói, Aha. akik elkezdték mondani, hogy hogy de az egyik ugye beszólt, mégpedig elkezdte mondani. Igen, igen, egy startupnak a vezetője nem beszólt neki, hanem ő elott, előadta a saját nem létező problémáját, hogy neki van egy Teslája, és borzasztó, hogyha a teszláját akarja működtetni, akkor neki létre, létre kell hozni egy tesla fiókot, amivel be kell bejelentkeznie, és ez mindez nem elég, neki jóvá kell azt hagynia, hogy a tesla adatokat gyűjtsön róla, amit felhasználhatnak a mesterséges intelligencia tanítására. Tehát gyakorlatilag a Teslával kapcsolatban fölsorolta az összes olyan érvet, amit előtte Elon Musk mondott. De azt egyébként az hihetetlen lenne, nem, hogy, hogy Elon Musk nem járta végig a Tesla regisztrációjának a folyamatát vezetőként. De az más, az egy autó, ez I meg egy operációs igen. rendszer, nem? Hát óriási nem, szerintem azért volt egy erős műbalhé. PR tevékenység, azt mondod? Igen, 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 hogy egy kicsit beszóljon. Hát ez az azért eléggé nyilvánvaló, tehát nem, nem valószínűsíthető, hogy nem szembesült még egy ilyen formátumú ember az, hogy bármit csinál az interneten, fiókot kell hozzá regisztrálni. Hozzáteszem egyébként, hogy nekem most már azért kezd heróta, nem most, már, nagyon régóta erótom lenni attól, hogy akármit csinak, mindenhova külön fiókot kell regisztrálni, és fiókot kell regisztrálni, ezt miért nem tudjuk valahogy megoldani, és minden jelszavakat hozzá. Igen, nem kell. Minden. Tehát például, hogyha használod a, a Google-ös, vagy a Facebook-os, vagy egyéb belépésedet, mert egy csomó helyen ezt megengedik, akkor rákattintasz, azonosítod magad, és onnantól kezdve azzal a fiókkal tudsz belépni. Hát igen, nyilván van egy csomó ilyen megoldás, de egy csomó helyen meg nem. De hát, hát nem. Megné, tudom. Hát, meg már ott én. is elkezdték bevezetni egyébként. Szerintem egyre, egyre népszerűbb lesz ez a megoldás. Itt egyetlen egy ilyen ellenérben van a saját ötletem ellen. Hogy... Nekem is van. Igen, akkor mondjad, hát hogyha ugyanaz. Mert tulajdonképpen meg a másik énem azt mondja, hogy nagyon jó, hogyha az adatkezelés a szét van választva, mert az a, a legrémisztőbb biztonsági probléma, amikor az összes adat egy kézben van. Hát igen, így van. Meg mi van akkor, hogyha azt az egy jelszót elfelejtitek, amivel a Google-be be tudtok lépni, vagy valami. valahol? Ráadásul. Igen, és akkor minden lesz. Hát jó, hát azért annak van, arra vannak megoldások, azt jól meg lehet védeni. Szerintem egy egészséges arányt meg lehet találni a kettő között, de, de én például van, ahova ezekkel a fiókokkal szoktam belépni, és de ez egy... amúgy működik. És hozzá kell tennem, hogy amúgy nem tudom, mert most, nem is találtam Windows-t, hogy, hogy itt nem lehet ilyen megoldással élni. Tehát ide de a de igen, a Microsoft és, de de igen és segítettek neki, hogy van, Tücsi? Igen, körülbelül annyi én, hogy amikor elkezdett panaszkodni az X felületén, akkor azért jöttek a rendes felhasználók, akik elmagyarázták neki, hogy hát tulajdonképpen, hogyha beértett volna a Google keresőjébe, hogy hogyan kell Windows-t is találni, akkor gyorsan megkaptad volna a választ, de mivel nem tetted, akkor segíted nekünk, és gyakorlatilag szájbarágosan szépen elmagyarázták neki, ami de, alapján hogy, sikerült, hogy lehet offline fiókkal telepíteni a ah, Windows-t. Tehát de lehet. Az... Ez nekem Azért érdekes csak, mert hogyha elszakadunk a, ennek a híres embernek a személyétől, azért ez valahol ö, ö, design probléma. Az az. egy felhasználó nem találja meg azonnal azt az, el, azt az elágazást, hogy lehet így is, meg lehet úgy is telepíteni. Eldugták. Nem, itt, érdeklan. vagy nem figyelt oda, de, 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 azt tessék úgy megcsinálni, hogy ezt észre lehessen venni. szerintem üzleti érdek, hogy ezt elvitták. Hát persze, hát hogyha nekem az az érdekem, hogy rálássak az adataidra, amit egy Microsoft fiókon keresztül tudok csinálni, akkor nem fogom neked az orrod alá dörgölni, hogy de ha úgy csinálod, jó, akkor nem látok rá. Megint annyira. azért egy kicsit hadd meg most, akkor, úgy látszik, ez egy ilyen nap, hogy én most mm. itt a alanyainkat Kell védem. az ördög ügyén védje, és minden jó műsorban. Igen, hát védelem ez is. Én se támadtam. Uh -huh. Jó, ez igaz. Na, tehát, hogy én azt tudnám erre mondani, hogy szerintem ma már egy operációs rendszertől meg elvárjuk azt, hogy integráns része legyen az életünknek. Tehát mondjuk, amikor az operációs rendszert elkezdjük használni, hogy, hogy nem tudja, hogy én nekem a tárgyalásom hogy, hogy nem tudja, hogy miért Így kitől van. kaptam e-mailt. Tehát azt valahogy tudnia kell, tehát engem azonosítani kell. Logikusnak tűnik, hogy akkor, akkor legyen egy ilyen fiók. És akkor azt mondod, hogy ellentmondásosak az elvárásaink? Én szerintem igen, mert, mert úgy akar, te telepítünk egy operációs rendszert teljes névtelenségben, uh -huh. és aztán a következő mozdulatta meg az, hogy hol vannak az e hol van a naptára, miért nem tudja, mikor kell fogorvoshoz és mennem, akkor, kaptam üzenetet. és akkor jönnek a központi szabályozások, Európai Uniós, meg az Egyesült Állam Florida, meg minden, amiről van beszéltünk, Igen. hogy akkor mindent válasszunk szét, Igen. és használjam úgy a nem tudom, milyen közösségi hálózatnak az üzenetküldő szolgáltatását, hogy esetleg szét akarom megkapcsolni a kettőt, és akkor cserébe viszont nem fogom látni az összes kontaktomat. Tehát ez a logika az abszolút igaz, amit uh -huh. mondasz. Igen, mert ennek köszönhető az, hogy amikor veszek egy új telefont, akkor berakom a kártyát, és egyúttal közlöm vele, hogy akkor most ez az e-mail címem jelsza van, és hirtelen fél óráma később mindenem ott van az új telefonon, mert van egy fiókom, ami tudja ezeket a dolgokat. Végül aztán sikerült Elon Musknak birtokba venni a gépet? Hát ezek szerint sikerült, mert azért folytatja a szokásos stílusát a x és más felületeken. Tehát Lehet, ezért... hogy van más számítógépe is. Ne? Lehet. <laughs> a digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Folytatjuk a műsort, mégpedig egy infoszótár szóval, kifejezéssel, amiről rögtön Bódi Zoltán, a netnyelvészünk elmondja, hogy nem szó és nem kifejezés. Igen. Tökéletes. Akkor mehetünk is tovább. <laughs> szóval get, találkozott már valaki az a Get Rich Quick Scream. Tegnap este, amikor a forgatókönyvet olvastam. Ugye? Ugye olyan. Kicsi... A szkémre gondolsz? Szkém. Szkém. Szkém, hogy Get, rich quick, scheme, alig tudom kimondani. Tehát a, a magyarul talán a gyors meggazdagodás receptjeként szoktuk említeni. És miért nem így mondod? <laughs> miért nem így írják az újságokban? Mármint a magyar nyelvű újság. újságokban. Mert ez angol, angol dolog. Ez ja, ez ilyen, hozik, ilyen, 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 tegnap voltam az államokban, és vettünk két kabátot. Oh, yeah. <laughs> szóval jól hozod a távolba szakadt az <laughs> yes, hát, hát, Enfield. <laughs> Három napig volt Londonban, ez a, rajta <laughs> Igen, tehát egyébként ez, ez, a, a sznobizmusnak a, ugye a karaktere, amit most itt nagyon sikeresen eljátszott tehát valaki olyan csoporthoz defini tartozónak definiálja magát, amely csoporthoz valójában nem tartozik, de a külsőségekben meg úgy tűnik. Tehát, na, de térjünk vissza akkor ehhez a kifejezéshez. Fogalmi jelentése van ennek, hogy a, a gyors meggazdagodás receptje? A szöveg, a cikk arról szól, hogy hát nagyon sok a a hétköznapi emberek között a gazdaságilag, pénzügyileg kevésbé tájékozott és kevésbé képzett ember. Akik és... viszont szeretnének meggazdagodni. De ez természetes, mindenki szeretne meggazdagodni, és nekik nagyon könnyű olyan álságos, adott esetben akár kártékony technikákat javasolni magukat hitelesnek definiáló személyek által, amelyek valójában nem fog meggazdagodni, de azt mondja, hogy itt a vegyék kriptovalutát, meg akkor fektes be ide, meg akkor több helyre ad, bíz ránk a pénzt, mi majd ezt okosban megcsináljuk. Tehát a gyors meggazdagodás receptjei, amelyek vagy működik, vagy nem működik, tehát nem mindegyik az emberségeben lehet igazság is, de látjuk, tehát ennyit beszélek róla, és még mindig nem értjük pontosan, hogy miről van szó. Ha azt mondom, hogy hardware, akkor tudom, hogy miről van szó. És gondolkodunk, gondolkodunk, hogy ezt a kifejezést, aminek valóban van fogalmi jelentése, ezt hogy tudjuk átültetni az angoltól eltérő nyelvekbe, és rájövünk, hogy hát ez nem nagyon megy, de tulajdonképpen mindegy is, hogy hardwarenek mondjuk, vagy minek, tudjuk, értjük, és, és körbe tudjuk írni. Ez olyan nem lehet, hogy ez azért van, mert a hardware létezik? A gyors megalapodás meg nem létezik. Erről beszélek. És, e, e, meg, mit tudom én, például az egér, az pedig átültethető magyarra is, meg minden nyelvre, mert ugye hát, értjük a kultúrába könnyen beilleszthető. A, a körülírásoknak a, tehát a gyors meggalapodás receptje, vagyis a get rich quick scheme, tehát a gyors megadakodás receptje kifejezés az valójában egy körülírás, tehát nem egy fogalmi szóértékű kielentés, kifejezés, hanem egy körülírás, és a körülírásoknak a, az idegen formában való megtartása mellett semmilyen érv nem szól. Tehát ettől nem lesz se presztízesebb, se hihetőbb, se hitelesebb. De ugyanakkor mégis van egy olyan divat, hogy szeretünk bizonyos körökben Idegen kifejezéseket használni, és ennek szerintem ma már a mai, hogyha csak a magyar kultúráról beszélünk, olyan túlzottan nagy presztízsértéke már nincsen, mert hát most angolul tudunk, hát ez annyira elvárás van mindenhol, hogy borzasztó, és ennek ellenére ez mindig, mindig, mindig így valahogy, nem tudom, én, bizonyos körökben működik, de tulajdonképpen a mögötte szerintem a, a kényelem van. Tehát sokkal kényelmesebb, az eredeti cégben van egy ilyen, izé, ilyen fogalom, egy kifejezés, vagy valami, mert ezt átemeljük, és akkor kész, nem agyalunk azon, hogy hogy fordítsuk le, meg hogy az, ne fordítsuk az, nem le. lehet esetleg itt, hogy, hogy, én mindig akkor szoktam használni így az angolt, egyébként valóban hmm. igazad hogy van benne ez a kényelem faktor, mert valamit olvastam, és nincsen kedvem lefordítani, meg ne, igen, meg gondolkodni hogy az azon. Mit is igen. De az is benne van, hogy az angolnak ilyen szempontból a szó szókincse azért szűkebb, viszont tömörítőbb, meg, meg, meg Kifejezőt, tehát egy-egy szó mögött, vagy nem tudom a pontos kifejezést, kifejezés, majd te elmondod, hogy mi ez, hogy egy-egy szó mögött sokkal több fajta jelentés lehet, és amíg elkezdek, elkezdek azt végig gondolni, elkezdem azt végig gondolni, hogy hogyan lehetne ezt a kifejezést a legjobban leírni abból a 30 Igen. magyar szóból, ami erre igaz lehet, az alatt így lemegy a nap. Tehát lehet hogy, lehet, hogy inkább azt mondom, hogy én értem azt, hogy hogy tömöríti az angol azt, hogy quick, mondjuk, vagy azt, hogy scheme, Igen. és akkor ezt ez az egészet ráhúzom, és azt mondom, hogy akkor más is érti, nem? Hát ugyanez, ugyanezt értjük alatta, hogy egy ilyen ez, ez is lehet, meg az is lehet. De egy ilyen körülírásnál még mindig sokkal könnyebb a helyzet, mint ha arról van szó, hogy a kultúrák különböznek. Aha, igen. Tehát például a klasszikus, már, már szakálas példa, az előadásra amit mindig el szoktam mondani, az alapkönyvekben benne van, hogy mennyire függ a fogalmi érték a kultúrától, a befogadó kultúrától az inuitban, tehát az eszkimok nyelvében, a hó különböző fajtáira fogalmi értékű kifejezés van. Uh -huh. Tehát nem körülírással nevezik meg, mint mi magyarok, hogy, ja, hogy hó, hó hát, meg hát. fagyott hó, meg nedves hó, meg ilyen hó, meg Mennek Mert nekik a, az, a túlélésük, a, a, a több száz vagy ezer éves kultúránkban a túlélés, Alapvető uh -huh. e, e, tudása volt az, hogy milyen a hó, tehát hogy lehet rajta közlekedni, mit tudom, én, hogy tudnak vadászni, meg jönni, menni, hogy lehet ott élni. Tehát nálunk pedig erre nincs se semmi szükség, nem van olyan, hogy hó, vagy hogy inuitnak azt mondod, hogy hó, nem is ért, hogy miről beszélek. Hát ez meg az, meg az a tök különbözik egymástól. E, e, tehát de most itt a Get Rich Quick Scheme esetében, tehát a gyors meggazdagodás receptje, ez olyan, olyan gyerekek, ez olyan semmi. Tehát ezt minek írjuk így le, hmm. már pedig leírjuk. Kérdezek egy... is egyet, zöld, hogy az, amikor ja. én a YouTube-on látok, jön, valamilyen videót nézek, és jön egy reklámként egy magyar fiatalembernek a önreklámja, hmm. amiben tőzsdei tanfolyam vagy tanácsadást akar eladni, és ebben benne van a gyors meggazdagodásnak a hmm. lehetősége. Így is ajánlja. Akkor ez, ez az, ez a Get Rich Quick Scheme. Ez az. Igen. Uh -huh. és, ez a... és csak nekem mindig nekem ez egy, mindig egy kis fenntartása kezel, nekem mindig a klasszikus eset az eszembe, amikor Amerikában egy vállalkozó meghirdette 19 ,95 dollár 95 centér a napenergiával működő ruhaszállító készüléket, és utána küldött érte 5 méter szállítókötelet. Igen, körülbelül erről lehet szó, És szó, ez jön. egy remek módszer volt arra, hogy ő meggazdagodjon, mint hogy ahogy más valaki 20 dollár dollárért valamelyik elnöknek a képét küldi, el részben maradt van portréját, szintén 20 dollárért, és küldött neki cserébe egy 5 centest, ami jogilag megfoghatatlan, mert mm. tökéletes leírása volt, hogy ennek az elnöknek. Tehát Na, ez egy ilyen... Ez is egy gyors meggazdagodási recept. Na menjünk tovább, mert a műsor végén, hogyha marad még egy kis idő, akkor lesz egy igazi gyors meggazdagodási igaz. történet, Hajná. de előtte még mással foglalkozunk. Postmodern. Mégpedig azzal, hogy a múlt héten egy sorozatot indított, keleti Artúr, a OpenAI sora, vagy szora, hogy kell jaj, mondani, szora. jaj, jaj, jaj. Szora? Szorozat. Szorozatot Szor... indított el, igen? Ami Bocsánat, ez í... nem így történt. Ne. Múlt héten 16 óra három perckor kopogtak Mr. Breen a Google ajta, ö, alapítójának az ajtán, hogy elnézést Mr. Breen, kettő perc múlva kezdődik a postmodem a Pátria rádióban. Oda kell figyelnünk a tendenciákra. Hoppá, hoppá, hoppá. Kapcsolj csak be gyorsan. És akkor innentől folytatódik a történet. Ez így történhetett, nem Arthur. Persze. De teljesen nyilván való szerintem is, ugyanis az történt, hogy a műsorban beszéltünk az OpenAI-nak a szora nevezetű megoldásáról, ami szövegből nagyon jó minőségű videóképeket készít, generál, ugye, ez a, ez a generatív része a videókészítésnek. Például azt beírott, hogy kiskutya aranyosan ugrál, és akkor készül egy videó ez egy, alap. egy nagyon jó minőségű kiskutya fog aranyosan ugrálni, és tényleg ugrál, tehát nem így átalakul közbe felhővé, meg vissza akkor macskává, meg ilyesmi, tényleg, így van, így van, hanem tényleg úgy tűnik, hogy kutyaként csinálja ezt, konzisztenciálja. És akkor Zoli megkérdezte itt, itt mellettem, hogy hogy, 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 hogy hogy tudja ezt ennyire jól végrehajtani. Tehát, hogy mondjuk az a kutya az le visszaessen a földre, tehát, hogy Igen. nem tud róla, hogy van gravitáció. Tehát, akkor honnan, hol, hogy esik vissza a földre? Megtanulta. Igen, megtanulta. Igen, de honnan? Hát, szóval nem, nem nagyon sok tudja, látta. mesterséges intelligencia nem tud. Igen, most az, ez az érdekesebben, hogy az összes ilyen generatív rendszernél a az a tanulásnak a lényege, hogy nagyon sokat megnéz valamiből. Igen. És eddig például, amikor mondjuk valaki lát egy három játszik egy 3 játékkal, vagy megnéz egy filmet, és abban lát valami szereplőt, akit ott helyettesítettek mondjuk egy számítógépes animációval, akkor az a program, ami azt elkészíti, az tisztában van, mert beleprogramoztuk nagyon sok fizikai szabályjal, hogy tükröződik a vízen a fény, amikor leesik valami, akkor milyen sebességgel esik, ott vannak ilyen gravitációs szabályok, meg ilyesmi, de ezeket beleprogramoztuk nagyon sok munkával, azért tartott ennyi ideig, 30-40 évekig, mint ezek a úgynevezett ray tracing és egyéb alkalmazások, a jó fénytörést, folyama, folyadékoknak például a szimulációját végre tudja hajtani, hát rengeteg minden történik a fizikában, az ember egy követ beledob a vízbe. Ott a fények hogy tükröződnek, hogy keletkeznek a hullámok, az hogyan hatnak egymásra, hogyan interferálnak, egy csomó olyan gravitációs egyéb kérdés. a víz hogy folyik? Az, Hol, eset, hogy, borzasztó nehéz, például a folyadék szimuláció ezért egy nagyon bonyolult, nehéz, nehéz feladat. Viszont ezek a generatív rendszerek, ezek megnéznek nagyon sok mindent, és utána anélkül, hogy tudnák, hogy ott tulajdonképpen mi történik, ezt az egészet vissza tudják adni, de olyan jó minőségben, és itt, itt kezdődik az érdekesség. Tehát végülis itt is a mintázatot követik, nem? A mintázatot követik, igen. De ha jobban belegondolunk, és ezt visszakapcsolódnék a múltkori műsorunk témájára, három évesen született mesterséges intelligencia, aki aha. már akkor egy három éves szinten volt, hogyha tulajdonképpen egy embernek nem magyarázod el a fizika szabályait, de nagyon sok helyzet Mutatsz neki, hogy nézi, ide, fölemeled, elengedem leesik. elengeded leesik. akkor meg fogja tanulni, hogy mi történik ilyenkor. Nem tudja, hogy pontosan miért történik az, mert nem magyarázta ezt kipróbálja enki, a Kipróbálja a roviba, mert kipróbálja, és megtapasztalja, hogy ez hogy történik. És miután ezeket mind megtapasztalta. Igen. Mondjad, van egy azért egy nagy különbség, hogy az embernek van uh, jelentés uh, tudata. Tehát tudunk dolgokhoz, Jelentést, értelmet kapcsolni. A mesterséges intelligenciát nagyon-nagyon plastikusan mondtad el, tehát valóban úgy működik, ő, ő, ő nem érti a jelentés fogalmát, nem érti, amit csinál, hanem rengeteget megnézett, Rengeteg szöveget, tehát százmilliárd szövegszós nagyságrendű meg, adatbázis meg képlet, van a hátterében. Meg vagy kép, vagy videó, bármilyen adatból. rengeteg mindent ismer, és össze tudja kapcsolni a mögötte lévő modell alapján, ha nyelvre, a nyelvi modell alapján, hogy ebben a helyzetben, ezzel a szóval, ebben a ö, 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 e szerint az utasítás szerint legnagyobb valószínűséggel milyen sorrendben következnek egymás után a szavak. De hogy ez az mit jelent? A fogalma nincs róla, és egy tök jó szöveget tud alkotni. Tök jó képet tud, meg videót tud létrehozni, de hát ez hogy a hogy esik le. Igen, ez a lényeg, de de, de nem érti a dolgot. Uh -huh. Ez nem teljesen igaz. Az van, hogy egyre inkább haladunk a felé, és ez a most tulajdonképpen a lényeg, mert ugye azt még nem mondtuk el, hogy ennyi beszéd után sem, hogy tulajdonképpen mit is, mit is hallotta a nem Google, baj, mi jól beszélgetésünkben. Magukat. Hát azt hallotta, hogy beszél Beszélgetünk az OpenAI szorájáról, és te azt hiányoltad, hogy ezeket a dolgokat ő nem annyira érti, tehát nem tud ilyeneket. Úgyhogy gyorsan leszaladt a főnök a teamhez és azt mondták, hogy jövő hétre, amikor lesz a postmodem, legyen kin a Google <laughs> Na, Genie. Jó. És ez történt. Lati. Ki is adták időben, egy kicsit izgultam, hogy készen lesz neked, de pár nappal ezelőtt megszületett Áhá, a Genie. Már értek minden. Ami azt csinálja. <laughs> ami azt csinálja, hogy megfigyel videókat, és ezekben a videókban ezekből a videókból, amikor végignézte őket, hogyha lehet kérni tőle olyat, hogy most ebből csinálj egy játékprogramot. Tehát nem, nem videót, hanem egy játékprogramot uh -huh. csinálj belőle. Ami például, most képzeljen -e valaki egy Super mario talán olyat már látott, hogy ott megy balra, jobbra a figura, és ugrálni kell ilyen platformokon, meg minden szintekre, szintekre, szintekre föl, szintekre -e, többi bajuszosan közben. Tehát az, hogy az így, ezt, a, a Super Mario nagyon jelentős Igen. dolog. E, és a lényeg az, hogy képzeljek -e egy ilyet, és ha adunk nek ki egy grafikát, egy rajzot, vagy egy fotót, akkor azt a fotót, azt előállítja játék formájában. Tehát, hogy a, meg, észreveszi rajta... Tehát ha az, rólad miért, van egy fotó, akkor te is Super mario válsz. Nem, akkor én Artur maradok, és aztán engem egy olyan környezetben, mondjuk ebbe a stúdióba, ahol most vagyunk, berak egy olyan helyzetbe, ahol én mondjuk ugrálhatok itt a székeken, Aha. vagy mindegyben, tehát egy játékot csinál abból, ami a helyzet egyetlen egy képből úgy, hogy ez még ráadás ráadásul irányítható is. Tehát nem csak, az, nem csak, arra jött rá a, innen, nem csak arra jött rá a rendszer, hogy egy videóban mi lesz a következő pixel, hogy mi mm -hmm. lenne a következő, hanem hogy az a szereplő, aki ebben benne van, az benne van, és az egy önálló szereplője a történetnek, tehát hogy őt ki kell és a ragadni, ki találja ki. Egy picit várja meg Zoli. Okay. Tehát, hogy értem, hogy értem. Ja, de hogy a lényeg az, hogy, hogy ezt a karaktert, ezt meg tudja jeleníteni, be tudja tenni egy környezetbe, amit tőle függetlenül mozgat, sőt, arra is rájött, hogy úgynevezett parallax dolgokat is kell csinálni, tehát, hogy egymás mögötti szintek, uh -huh. rétegek vannak, ami külön mozognak egymástól egy ilyen játékban például, és ezekbe be tudja tenni a karaktert, ami ott irányítható és mozgatható. Egyelőre még ilyen egy frame vagy egy kocka per tehát még nagyon lassú a rendszer, úgy, mint a da, első dalli volt, körül. Belőle, vagy nem annyira röcög egy kicsit, nem olyan szép. De tönkben folyik, és ez viszont már, a, ez egy teljesen új kategória. Tehát eddig csak az volt, hogy szövegből tudtunk szöveget készíteni, meg képet, meg videót, mint a szóra a múlt héten. Most viszont már egy játékot is tudunk csinálni, ahol tökéletesen érti a rendszer, és itt, itt érek vissza az értése, érti a rendszer, hogy mi az, ami ott középen van, hogy kell azt mozgatni, azt te is tudod mozgatni, sőt tovább megyek, ugyanezt robotokra is kipróbálták, tehát lefotóztak egy robotkart, és azt mondták, hogy akkor ezt mozgat, és azt viszont a térben is tudta mozgatni. Tehát igazából most már ott tartunk, hogy lehet, hogy abban igazad van, hogy egy csomó dolgot nem ért, csak már annyi mindent megtanult, hogy az ebből összeállt ö, dolog, hogy például anélkül, hogy megmondod neki, hogy ez a játék főszereplője, vagy anélkül, hogy megmondod, hogy oda tud felugrani, vagy anélkül, hogy megmondnád, hogy azt el tudja érni a robotkar, ő rájön magától, uh -huh. és az bele is építi egy ilyen kontroll folyamatba. Akkor itt a tanulás egy magasabb szintű. A tanulás egy magasabb szintű. Így van, abszolút igazad van, sőt, itt már azt mondom, hogy mivel ez össze van kapcsolva szöveggel is, tehát szöveg is neki, és abból is elkészíti ugyanezt. Elmagyarázhatsz neki dolgokat, hogy nézd itt egy kép, ezt kellene csinálni rajta, és azt is megcsinálja. Úgyhogy ez az összetettség már kezd egy kicsit afelé menni, hogy mintha már valami értés ebbe mm -hmm. belekerülne. Ezért mondtam, hogy nem vagyok abban teljesen biztos, hogy itt nem érti a dolgokat. Fő Artur, én most látom a lelki szemeim előtt, hogy Joe Biden és Donald Trump figurák fognak ugrándozni, mint Super Mario a következő hetekben, a hónapokban. Mondd el nekünk, mi az értelme ennek az egész fejlesztésnek? Ja, semmi. De most komolyan, persze, hát e, ezek mind ö, afelé viszik ezeket a rendszereket. Ugye mutét múlt, múlt is beszéltünk ezekről a világmodellekről, hogy jobban megértse a mesterséges intelligencia azt a környezetet, amiben mi vagyunk. Képzeljünk el egy robotot, aki bejön ide, és azt a feladatot kapja, hogy nem tudom, hogy hozzon nekünk kávét. Uh -huh. Értenie kell, hogy hol van az a kávécsésze, hol vannak az emberek, hol vannak a tárgyak. Ezt idáig programoztuk, úgy, ahogy az elején mondtuk igen. a fizikát. Most már nem kell programozni, mert Há. felismeri, tudja, hogy mit kell kikelni. Kerülni, tudja, hogy mit, ha fölemel, akkor mi fog történni, érti, idézőjelben mondom, hogy a gravitáció hogy hat bizonyos dolgokra, tehát ki tud alakítani egy mentális képet a fejében, hogy egy szobába, amikor belép, akkor mit kell csinálnia például. Azért érdekes, hogy mennyire egyformán mozog az agyunk. Egy napja készülök arra a témába, példával, hogy érthető legyen ez a dolog, hogy Gini a stúdió képét alakítsd át egy játék, Super Mario játék felületé, ahol a karakter az Arthur lesz, a Mario helyett, és a feladat hogy ugráljon egyik fotelből át a másikba, közben ne rúgjon bele a Zoliba, ne lőgje föl a poharat az asztalon, és a végén adjon egy csókot a műsorvezető homlokára. A digitális világ érdekes. Postmodem. Elképzelem az amerikai hadsereg vezetőit, amint kezükbe kaparintják ezt az új rendszert, ezt a Ginit, és megpróbálják megtanítani, hogy hogy ugráljon Super mario a, nem tudom én, különböző hadászati eszközök, vadászgépek és egyebek. Hát De a... azért gondolom, nem ez a működésnek a módja. Nem, pedig azért el tudnám képzelni, hogy a klasszikus filmben, hogy a cowboy kalapban a bombán lovagolva zuhan a célpont felé valamelyik főnök. Nagyon keveset tudunk arról, hogy a hadsereg mire használja a mesterséges intelligenciát. Hiszen az élet minden területén ott, lenn, ott van, furcsa lenne, ha pont ők nem használnák, miután minden technológia először náluk köt ki. Bár szerintem egy dologról már beszéltünk, hogy az ilyen műholdas képek elemzése már jó pár éve működik, hogy ahhoz felhasználnak ilyet. Igen, igen, de hát itt szóval azért mintázatokat kell fölismerni. Igen, de azért most már sokra célra törőbb feladatokra használnak már bárhol a területen, és erről kevés információ volt, ami szintén érthető hiszen a hadsereg minden titkol. De most nemrégében kiszivárgott egy rövid dolog arról, hogy arra használják a mesterséges intelligenciát, hogy célpont ötleteket adjon a bombázásokhoz, illetve a csapásokhoz. Várjunk, komolyan hadsereg... komolyabban fogalmaz meg, hogy ötleteket adjon bombázásokhoz? Igen, igen, ez ez hogy... igen, ez így túlzás, hogy ötleteket. Tehát a következő a feladat, amikor valaki egy légicsapást akar például véglehajtani, annak általában mindennek valami konkrét célja van, konkrét célpontja van. Ezeket valakik meghatározzák, hogy mi legyen ez a célpont, a bombázó oda megy, bombát, lebombázza. Most ezeknek az embereknek ad segítséget ez a szoftver, amelyik a gondolom a műholdas felvételek alapján, légi felderítés, alapján Meghatározza, hogy mik jöhetnek szóba, mint célpontokként, tehát milyen helyek azok, amik veszélyt jelenthetnek, gyanús ház, mozgás, fegyverek, amiket azonosít. Katonai támaszpont. Igen, igen, és ezek alapján célpontokat ajánl. A, a katonai vezetésnek, katonai vezetésnek amit ők eldöntik, hogy mi legyen a cél. Tehát, tehát akkor még, egy ember dönt a végén? Igen, igen, tehát itt azért látszik a dologban, hogy még mindig benne van a mesterséges intelligencia, és a végrehajtás között még mindig benne van az emberi ö, belépés a dologban, hogy nem lehet függetlő lettől, de abból már látszik, hogy például azt mondták, hogy nemrégében egy ö, küldetés során 85 különböző célpontot maga ez a rendszer választott. Tehát, a, bocsánat, egész pontosan a rendszer által javasolt célpontok közül 85-öt választottak ki végrehajtásra, és oda mentek a csapások. Tehát ennek többféle szempontból lehet értelmezni. Egyrészt azt is mondhatjuk, hogy ezzel megelőzhető lehet, le ezzel azt ki lehet fejezni, hogy sokkal pontosabbak lesznek a csapások, kevesebb lesz a hibázás. Mert hogy ki beiktattak egy plusz ellenőrzési funkciót. Miközben érdekes módon pont a hadsereg ellenző is azt mondják, hogy de jó, hogy ezt berakták, mert egy kevesebbet fognak hibázni esetleg az emberek. Viszont ennek van egy olyan olvasata is, hogyha ezek után bármilyen bakit csinálnak, lázd, támaszpont helyett egy esküvőnek a szétbombázása, most a lényeges szakértők, tehát a tényleges felelősök helyett rá lehet fogni a mesterséges intelligenciára. Azért ebben fontos az, hogy az emberek is hibáztak eddig is, tehát az esküvők persze. ellen emberek hibázásából eredendően Igen, bombáztak. igen, tehát nagyon sok ilyen eset volt mindig is, tehát a, ugyanebben a kategóriában tartozik, mint a baráti csapatok ellen uh -huh. végrehajtott támadástól kezdve. Sem. Minden háborúban vannak ilyen esetek, egy, egy másik szempontot azért hadd vezessek be, hogy a modern hadviselés azért ma már elképesztően bonyolult dolog. Igen. A katonáknak a, egy hadműveleti egy hadművelet megtervezésekor egyáltalán nem csak a hadászathoz kell érteniük, hanem kommunikáció a célország kultúrájának, gazdaságának, hagyományainak, életmódjának a megismerése. Nem, hát ez azért nagyon összetett függ, nem? ponton. Tehát a, a, a végrehajtásnak a szintjétől függ. Tehát azért a, a, alacsonyabb szinten ott, ott nem nagyon... Jó, világos, tehát egy nagyobb hadműveletnek sokat. a megtervezésekor. Ez nagyon lényeges dolog, tehát rendkívül sok szempontot kell elemezni ahhoz, hogy az a, az a hadművelet és az a csapás az pontosan azt a célt érje el, amit megterveztek valahol a, a, a hadműveleti központban. Nem, és de... ennek a kiegészítésére egy tájékozott, egy sokféle információ, információt nagyon gyorsan és rendkívül hatékonyan elemezni képes mesterséges intelligencia valóban nagy segítséget tud adni. Bo ez rossz hírem van, mert a Palantírnak a rendszerei, amik egyébként az a cég, aki minden jelentős, de főleg amerikai katonai rendszer mögött van, azok ezt már tudják, tehát összeszedik a különböző információt ezekből a forrásokból, elemzik, javasolnak, és szerintem előbb-utóbb döntenek is, sőt, nekem az a magánvéleményem, hogy ez a döntésből az ember szépen lassan elkezd majd egyre jobban visszavonulni, mert hogy olyan gyorsan kell dolgokat eldönteni, meg olyan összetett döntéseket Igen, kell hozni, Igen. hogy igazából a maximum arra lesz jó az ember a végén, hogy valami felelősre rámutathatunk, hogy ő döntötte el, de egyébként ő is egy olyan összetett javaslatból hozott döntést, amit ő maga már nem tudott volna ilyen tempóban végrehajtani. Most egy utolsó gondolat még ehhez, hogy a, a nem tudom, azt tudjátok-e, hogy például a, a pilóták most már olyan rendszereket tesztelnek, hogy a vele együtt repülő drónok, amik segítik a munkáját, azok pár másodpercccel a saját drón AI döntése előtt tájékoztatják a pilótát, hogy mit fognak csinálni. A digitális világ érdekes. Postmodem! Szóval a mai műsor kifejezése volt a Get Rich Quick Scheme, tehát hogy gazdagodj meg gyorsan, Ö, séma. De no, esetleg én mondhatom, hogy rosszul is a gondolat. Mondja, hát csak mondja. Mondj, pazsászta. Á, ah, nem please. please. Szóval van itt egy úri ember, aki nem is tud programozni. Mégis írt egy programot, és 86 millió forintnyi összeget sikerült megkeresni ezzel a tudással, ami nem tudás. Igen, igen, tehát annak ide a, a maga a számítástechnika története tele van ilyen sztorika, hogy valaki egy jó ötletekkel milliókat keres. Gondoljuk arra, aki az oldalát, a weblapján a egyes pixelt eladott. Ezek a klasszikus ötletek, ez a, ez a, úr, a két gondolat, egy úristen, ez miért nem nekem jutott az eszembe, kettő, ki az a hülye, aki ezért fizet? És három, ez többet nem lehet megismételni, ez egyszer és utoljára működik. A itt mondja a már mindjárt vége van a Igen, van. igen, tehát a dolognak annyi a lényege, hogy kitalálta ez a fickó, hogy semmi más nem csinál, mint hogy föltüntet egy aranyos kiskutyát a képernyőn, és hogyha megnyomsz egy gombot, az simogatásnak tűnik. És Tehát a, a bal felső sorokban megszámolja, meg hogy hányszor meg. Tehát ez mondtad. a ö, tavagocsinak a, a lebutítása, mert még csak nem is reagál, nem mosolyog a simogatásra. Tehát semmire. Még egyszer, ennyi a játék. Igen. Ebből, és ebből csinált 109, 190 ezer angol fontot. Angol fontot 8, megvették. megvették igen. Tehát pedig ebbe... a kutya semmit nem csinál a képen. Igen, ül, áll, vagy... És nem a, is így, reagál a simogatása. És semmi, tehát a, 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 ez annyi, hogyha eladnám a tamagocsimnak a fényképét, <laughs> a ilyen aranyos, íz, és, és egy számláló menni, hogy hányszor <laughs> sikerült eladnod. <laughs> Mit tanulunk meg ebből? Aranyosak a kutyák? <gül> <gül> nem, semmi, ebből semmit nem lehet, ez a, a fejfogás, úristen, hogy jutott az eszébe, kettő, miért csináltam meg? Ha, tehát ez a klasszikus eset, hogy van az, amikor a, 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 én is képes vagyok, de úriember ezt de si ezt a, a, az egyik legnagyobb játék, platform, bevette a játék áruházába, és fut. Igen. És ebből rengeteg pénzt keresett ez a játékkonzol. Uh, de ebből is az látszik, hogy a digitális értékeknek ugye van, van ilyen jellegű fizikai valódi értéke is, nem? Bizony, és ha van érték, azt meg kell védeni. Uh -huh. Ha egy kutya homlokán is, akkor is. Eddig tartott a mai Postmodem. Köszönöm a részvételt Bódi Zoltánnak, Keleti Artúrnak, Képes Gábornak, Kovács Tücsi Mihálynak és a hangmester kollégánknak Pozsonyban Zsapka Leventének. Jelentkezünk egy hét múlva, viszontlátása a Youtube-on, viszonthallása a Pátia Rádióban. Szilágy Árpádot hallották. Postmodem.